Sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan került el, hogy lefagy a szóbeli angol nyelvvizsgám. Ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant és letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a videó leírásában nézz rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témába, tehát hogy hogyan kerüld el, hogy lefagy a szóbeli nyelvvizsgám. Nos, a munkám során én nagyon sok diákot láttam már lefagyni vizsgahelyzetben, és borzasztóan bosszantó lehet, hogyha valaki a stressz vagy a túlzott izgulás miatt bukja el a szóbeli nyelvvizsgát, úgyhogy lássuk, mit lehet tenni, hogy te elkerüld ezt a helyzetet. Nos, a lefagyásnak az én tapasztalataim szerint két, azaz kettő darab fő oka van. Az első, hogy nem készültél fel rendesen az adott vizsgára, a második pedig, hogy túl ideges vagy a vizsga előtt, vagy a vizsga alatt, és emiatt fagysz le a vizsgahelyzetben. Nos, az első okot nagyon könnyű orvosolni, készülj fel jobban. Nos, én is épp ezért készítettem el a tréningemet, ami tulajdonképpen kézenfogva végigvezett téged a helyes felkészülési folyamaton. Úgyhogy most nézzük meg részletesebben a második okot, tehát hogy túl ideges vagy a vizsga előtt vagy a vizsga alatt, és nézzük meg azt, hogy mit tehetsz az idegesség ellen. Első, azaz első számú javaslat, tanulj okosan. Mit jelent ez? Nagyon sokan kidolgozzák a szóbeli vizsgatételeket egyedül, vagy a felkészítő tanáruk segítségével, és ezt a módszert én is abszolút helyesnek tartom és alkalmazom. De nem mindegy, hogy hogyan dolgozzátok ki ezeket a tételeket. Tehát én azt látom, hogy a nagy többség egy vagy két A4-es oldalnyi szöveget ír az adott témához, és amikor a vizsgán kihúznak egy tételt, akkor megpróbálják ezt az A4-es oldalnyi szöveget visszaadni egy az egyben. Belegabajodnak, lefagynak, a vizsgáztató belekérdez, és már is kész a katasztrófa. Ehelyett én azt javaslom, hogy minden tételhez írj magadnak 4 vagy 5 vázlatpontot. Nagyon rövid mondatokat, vagy egy-egy szót, amikkel te előhozod az agyadból az adott vizsgatételt, tehát látni fogod azokat a rövid szavakat és kifejezéseket, amiket mindenképpen meg akarsz említeni a vizsgát során. Így ez az egész dolog sokkal átláthatóbb lesz, sokkal könnyebb fejben tartani, mint egy gépelt oldalt, és sokkal kevésbé valószínű, hogy lefagysz, miközben megpróbálsz visszaemlékezni rá a tétel kihúzása után. Második számú szabály, gyakorlás teszi a mestert. Én azt látom, hogy nagyon sokak számára maga a vizsgahelyzet ijesztő, tehát hogy egy ismeretlen helyszínen és egy ismeretlen vizsgáztató vagy több ismeretlen vizsgáztató előtt kell elmondaniuk azt az adott tételt. Ezért én azt javaslom neked, hogy a felkészülés során gyakorolj vizsgaszerű körülmények között, és ez nagyon fontos, ezt még egyszer elismétlem, tehát vizsgaszerű körülmények között. Mit jelent ez? Kérd meg a barátaidat, a kollégáidat, a rokonaidat, az ismerőseidet, tulajdonképpen mindenkit, hogy játsszák el a vizsgáztató szerepét, tehát bementek egy tárgyalóba, vagy leültök otthon egy szobába, és kihúzol egy tételt az adott barát, vagy ismerős, vagy kolléga előtt, és azonnal el kell kezdened angolul beszélni az adott témáról folyékonyan. Ez lehet, hogy először furcsa lesz, de ez a módszer hozzászoktat téged ahhoz, hogy azonnal reagálj egy adott tételre egy vadidegen, vagy félig idegen ember előtt. És a harmadik számú tipp, hidd el magadról, hogy sikerül. Tehát ha követed az első és a második számú tanácsot, akkor egy idő után kialakul egyfajta vizsgarutin benned, vagyis egyfajta magabiztosság. Ha tudod, hogy sokféle ember előtt sikerült beszélned sikeresen és összefüggően az adott témáról, akkor egyszerűen el fogod hinni magadról, hogy a éles vizsgán, a vizsgáztatóval szemben is
menni fog ez a dolog, és hidd el, hogy ez legalább olyan fontos, mint az alapos felkészülés. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad, kérlek, oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!